Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az elvonulók családját, azt a szangát, aki végigcsinált az intenzív hetet. Mondjuk el az ómnám mantrát hétszer. Köszönöm szépen. Az intenzív alvás megvonásos gyakorlat alatt mindenki tapasztalhatta, hogy mi az idea, az álomvilág, és a valóság közötti különbség. Itt ültetek, ültünk együtt napi sok órát, és amikor a padlón elkezdenek mozdulni az erezet képei, akkor tudod, hogy az elméd működésben van. Amikor kirajzolja a férfit, a nőt, a kutyát, az erdőt, a tavacskát a padlóra, a homlok aktivitása, mielőtt elalszol, azelőtt már tudod, hogy álomban vagy. És a felébredés az néha annyira keserves és annyira szánalmasan csalódást keltő, hogy nyilván fölteszed a kérdést, hogy én ezért jöttem ide? Hogy erőködjek, üssék a hátamat, ugye félúton, ugye? Az 50 perc feledik útján, és gyakorlatilag semmi nem történik. Ha megtörténik, attól álomvilágba kerülsz és elalszol. Megtanultuk, és ismét tapasztalhattuk a mozdulatlan tudat, a nem dualizáló tudat, a nem képzetalkotó alkotó tudat fontosságát. Tehát a nem képzetalkotó alkotó tudat az az, amely ébren marad. A képzetalkotó alkotó tudat belevész a saját teremtésébe, és ahogy azt sok-sok intenzív héten tapasztaltam, nagyjából időkülönbség nélkül. Tehát abban a pillanatban, hogy megteremtetted a képzetet, bele is vesztél. És elkezdesz álmodni, nagyon-nagyon sok történet van, hogy hogyan ébredsz föl ebből az álomból, arról semmilyen történet nincs, hogy épp hogyan kerültél bele. Ha tudatos lennél, nem kerülnél bele. De csak arra ébredsz, hogy álmodsz. És mihelyt erre ráébredtél, az álom vagy csökken, vagy megszűnik. A zen az Annyira írás, szöveg és vélemény független, hogy az már szinte fáj. Annyira világosan, tényszerűen mutatja, hogy mi az eredeti tudat, a tiszta térszerű, tükörszerű tudat, hogy lehetetlen összetéveszteni azzal a duális szeméthalommal, amit nagyon sok emberi így tagonként így nézeget és értékel, hogy milyen szép és milyen fényes, és ilyen intenzív praxis alatt derül ki, hogy mennyire álmodhozó, mennyire illúziókeltő, mennyire nem lehet menedéket venni benne. Az intenzív hétnek van egy mitikus, hagyományszerű eredete, ez pedig az, amikor ugye a buddha tanátadása, az hát Ánandánál majdnem megállt. Először, mint tudhatjátok, Mahákás apa kapta meg a tant, akkor, amikor a buta föltartott egy szálvirágot. Ez az úgynevezett virágprédikáció, ami azért érdekes és megmosolyogtató, mert nem volt prédikáció, csak egy darab virág. És hogyha a Mahákesipa nem mosolyodik el, akkor nem fogta volna föl azt a jelentést, azt a fajta tudattól tudatig való kapcsolatot, amely a darma átadásának az egyik legfontosabb alapköve. Malkás után jött Ánanda. Ánanda több mint 30 évig szolgálta a budhát. ő volt az, aki minden darma beszédet az elejétől végéig tudott. Egyszer meghallotta, és mint a mostani háttértárak, ráírta magába, és az állaja vizsnána a tárháztudat nem is engedte el, az ott maradt. Amikor a szútrákat olvasod, akkor a bevezető mondat nagyjából így hangzik. Így hallottam. Kettős pont. Amikor a magasztos anátap a ligetében tartózkodott, stb. stb., akkor egy tanítvány vagy egy vendég tiszteletét tette, körüljárta ez a tiszteletadás egyik jele volt, és a következő kérdést tette föl neki, és akkor indul a tanítás. Na most ez az így hallottam, ez ánanda. De hogy kerülheted be úgy Ánanda a pátriárkák vonalába, hogy hát azért többek szerint még a végső ponton nem ment át. Tehát azon a megvilágosodáson, vagy nem kettősség tapasztalaton nem ment át, amely ehhez szükséges. Hogy a te szavaid megfeleljenek annak az emlékezetnek, amelyet a buddháról ugye őriznek mások is. És hát Ánandának el kellett mennie egy olyan gyakorlatra, ahol ezt bebizonyította. Mákes azt mondta neki, menj föl a hegyre, gyakorolj egy hétig, és amikor visszajössz, úgy gyere be, hogy nem fogod meg a kezeddel a kilincset az ajtón. Hát Ánanda fogalma se volt, hogy ez mit jelent, hogy úgy menjek be az ajtón, hogy nem nyúlok a kilincshez. Ez fizikailag lehetetlen egy És egy olyasféle gyakorlatot adott Ánandának, ami a régi hindu aszketizmusban eléggé bevett forma volt, egy hét nem alvás. És a láb ujjain való állás, úgy, mint a balerinákat, úgy képzeld el, ez egy speciális joga pozíció, és aki gyakorolja az ászanákat, az találkozik is vele, a szanszkit nevét nem tudom, de egy ilyen eléggé merev, rogyasztott terpeszállást képzelj el, és a lábújjain áll. Ez, hogyha ez egyensúlyt meg akarod tartani, biztos, hogy megóvja az eleséstől és az elalvástól is egyaránt. És persze pihenni azt lehet, mert nem 24 órán keresztül állsz ebben, csak napi sok órát és a legenda szerint Ánanda ezt a gyakorlatot végrehajtotta, nem feküdt le aludni egy hétig, visszajött, és akkor be tudott menni úgy a helységbe, hogy nem érintette meg a kezével az ajtó kilincsét, és akkor befogadták a nagy tiszteletű szerzetesek közé. Önmagában a hibátlan memória, vagy a jó nyelvérzék, vagy a jó megkülönböztető képesség, az nem bizonyíték a semminek nem bizonyíték a felébredett tudatnak. Velejárója lehet, de pusztán ezekből nem lehet összerakni. És erre az egy hétre emlékszünk akkor, amikor mi keveset aludva, ugye öt éjszakán keresztül pár órás pihenés, és a hatodik éjszakán nincs pihenés, ahogy azt a hagyomány mondja, nem érinti a bordája a padlót, magyarul nem fekszik le aludni. Az, hogy ülve mit csinál, az egy külön történet. De a helyzet az, hogy innen indul ez, hogy végre egy utolsó erőfeszítéssel azt a felébredést elérni, amit eddig nem értél el. Itt már vannak olyanok, akik ezt nem először csinálják, de akik először csinálják, azok pontosan tudják, most már, hogy vége van, hogy ez az elején ilyen nagyon finomnak tűnik, aztán nagyon be tud durvulni ugye a közepén, és az utolsó éjszaka pedig ugye erezd el a hajamat, az összeset. És kipihened magad, és az egész templomban egy ilyen január elsőjei újévi csend van. Mint hogyha így megállt volna az idő. Miért? Mert megállt a gondolkodásod. És hogyha a gondolkodásod egy bizonyos frekvencián ketyeg, akkor az egy olyan időélményt generál, ha nagy rész leáll, nincs időélmény, egy idő után még határolt térélmény sincs, mert ezt is a gondolkodásod teremti. Azért érdekes ez a gyakorlat, mert hogyha idáig nem hitted a karma relativitását, megjelenését és eltűnését, most már biztos. Hogy ne hidd el ezt. Használ, de ne hidd el, ne azonosulj vele, legyél szíves. Itt ugyanez. Tehát érezd az érzelmeidet, de nehogy ezzel a termékkel te azonosulj. Használt fel, hiszen emberek vagyunk és kapcsolatban élünk. De ha azonosulsz bármivel, egy olyan álomba kerülsz, amiből csak egy bot ébreszt fel. Keményen, vastagon. Úgyhogy ha további gyakorlatban bárkinek segíthetek, akkor itt a lehetőség, kérdezzetek. Azokon a koreai kölcsékon a napi rend az, hogy nézett ki, te részt vettél? Nagyon hasonló volt ehhez. Megkülönböztetem a nemzetközi közösséggel folytatott kioltsékat a tiszta koreaiaktól. Koreában azért egy picit korábban keltünk, tehát ott te három órakor ott ültél a meditációs teremben. A nemzetközieknél négy óra tizenötkor. kor. És nagyon hasonló volt a koréaknál 50 perces ülések vannak párba szedve, hogy mi is csináljuk. Csináltunk itt is ilyet, hogy négykor kezdtünk, és nem ötkor. De az hosszú távon azért elég és trapás, főleg a reziknek, illetve a fenntartóknak, mert így a napi nyolc óra ülés, három éneklés és három étkezés mellett még dolgozni is, azra az eléggé kemény. A kóreaknál tudni kell, hogy nincs éneklés. A nemzetközieknél van. A kóreai rendszer olyan, hogy te már novícius korodban borultál, énekeltél, mantráztál, dolgoztál eleget ahhoz, hogy a karmád vastagja az le pusztuljon rólad. És akkor ez az ülés, hogy négyszer, kétszer, ötven perc, az egy nagyon-nagyon laza dolog. Hosszúak a szünetek, melmennek minden nap sétálni, a koreaknál nincs kötelező csend, nálunk van. Ha valaki csendgyakorlatot szeretne folytatni, Mugon Suheng, koreaiul, azt az elején be kell jelenteni. Tehát ahogy itt is megkérdezzük, hogy hány étkezést fogsz fogyasztani naponta, ott is. Ott a három, a kettő, meg az egy van. Hogyha a kettőt választasz, akkor csak a vacsora maradhat ki. Ha egyet választasz, az csak az ebéd. Tehát nem cifrázzák, de megadják a lehetőséget, hogy választhass. És ugyanitt választott ki, hogy uh, mugoncuheng vagy nem. És hogyha te csendet választottál, akkor hozzád beszélhetnek, neked az kötelességed meghallani, hiszen dolgozni kell, gyakorolni kell, néha havat kaparunk, néha fát hordunk, ott is van munka, sőt több munka így napi renden kívül, mint itt. De ha te kommunikálni akarsz, akkor nálad van egy kis füzet ott a nyakadban vagy a zsebedben, és akkor írsz és mutatod. Tehát a beszéd rengeteg energiát fogyaszt. Ezt már tudhatod, de csak akkor tudod, ha egyszer csendben vagy. Amíg tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá, addig állandó kognitív tevékenység, érzelmek, gondolatok, múlt, jelen, jövő, jó, rossz, egyéb generálása gondolkodás által rengeteg energiát fogyaszt. Na, ha ezt nem tudod leállítani, akkor úgy elalszol az intenzív héten, mint a mormota. Úgyhogy a kinti gyakorlat a kóriai zentermekben az csak szerzetesekre specializálódott. A kinti nemzetközi gyakorlat, ahol világiak és szerzetesek együtt gyakorolnak, ott már van éneklés, és ez nagyon fontos, hogy itt is érzed, hogyha nem mantráznánk, akkor az ülés elég nehéz lenne. Tehát olyan dolgok maradnának meg itt, és lassan, lassan távoznának, hogy azt a karmát végigülni teljesen felesleges. A leborulással és az énekléssel ki tudod égetni. Hallhattad már tőlem ezt a hasonlatot, hogy a leborulás olyan, mint a jégtörés, az éneklés olyan, mint a jeges víz felforralása, és az ülés olyan, mint a gőzpárának az elfúvása. Na most, ha te jégállapotban lévő karmát így fújkálva el szeretnél mulasztani, jó étvágyat kívánok hozzá. Elég sokáig tart. Tehát ennek megvan a maga rendje. Amikor világiak is gyakorolnak, akkor rendkívül fontos, hogy a hármat együtt csináljuk. Miért? Mert nincs előéleted. Te nem gyakoroltál novícius vagy novíciaként négy-öt évet, mielőtt a zenterem nemes magasságába bekerültél. Tehát itt bejössz az utcáról, és már is csinálod azt, amit négy, öt, néha tíz év gyakorlat után kórei szerzetesek. És ehhez föl kell nőni. Tehát megvan az, hogy hogyan tudsz erre az utazó magasságra eljutni, de azért adjuk a formát és ezzel a tartalmat, hogy ne legyen olyan eszméletlen, meredek ez a görbe. Mert mindenki, aki ezt megtanulta és csinálja egy darab ideje, azt tudja, hogy mihelyt befelé fordítod az energiádat, és elkezdesz figyelni, elkezded a tudatot tisztítani, törekedni a nem mozdulóra, törekedni a nem hullámzóra, törekedni a tiszta tükörszerűre, minden akadály megjelenik, minden, ami valaha létezhetett. És ekkor van az, hogy a csoki gyár nem édes. A zen az nem wellness. A darmaterem nem egy kényelmi zóna. Ez szerintem mindegyikőtök tapasztalta test közelből, belülről, és ez így van rendjén, ettől felnőtt műfaj ez. De szellemében, lényegében nincs különbség. Sőt, azt mondhatom, hogy mivel itt a társadalmi beágyazottság jóval kisebb, letisztultabb és fókuszáltabb a gyakorlat, mint hogyha naponta tucatnyi vendéget, különböző egyéb aktivitást és hasonlókat kéne beépíteni a gyakorlásba. Úgyhogy azt érzem, hogy az irány nem, hogy ugyanaz, és a szellemiség nem, hogy nem választható külön, hanem hosszú távon, nyugaton ez a darma meg fog erősödni. Egyszerűen azért, mert működik, és a megfelelő irányban működik. Azt hozza, amit mond magáról. Nem többet, nem kevesebbet. És keleten a változások miatt úgy tűnik, hogy nem lesz erősebb középtávon. Hogy hosszú távon gyengébb lesz, vagy erősebb, ezt nem lehet megmondani. De ez a középtáv, ez a 10-30 év. Tehát csökkennek a gyakorlók. Kevesebb a szerzetes. A világi kultúra egyre materiálisabb. És azt gondolom, hogy egy óriási felelősség bármilyen szinten is a darmát gyakorolni, mert tapasztalod és látod, hogy hogy működik. Látod, hogy mennyire fontos az ember Testi-lelki egészsége szempontjából. És ekkor már nem csak magadért gyakorolsz. És ezt a felelősséget a szabadságod mértékében lehet igazán tapasztalni. Ezt nehogy bármiféle bűntudattal vagy egyéb rádrakott érzelemmel azonosítsd. Ez a felelősség nagyon más. Ez a felnőtt felelősség, amikor nem valaki rádrója, te belül felismered ezt a felelősséget. Úgyhogy a gyakorlatunk amennyire sok energiát igényel, hogy tartósan meggyökeresedjen nyugaton, pontosan annyira tiszta és kezdőszellemű. Folytassuk. Egyéb kérdés? Tervekben van a nagyobbik zenteremnek az, az építése, és ott szeretnéd, hogy kár egy időben két különböző szintű gyakorlat? Igen. Mersen. Persze ha meg lenne a nagy zenterem ebben a pillanatban, megtöltenénk. Ezt mindenki tudja, aki a jelentkezésekkel és az igényekkel foglalkozik. És feltett szándékom, hogy az egyik helyen hosszú távú gyakorlat, a másik helyen pedig rövidebb távú gyakorlat folyék, és megfelelő módon, nem átjáróházként, hanem átmenetként legyen megfelelő átjárás egyik helyről a másikra. Koreában nincs ilyen jövésmenés a szerzetesség Jolcsékon. Oda mész három nappal a kezdés előtt, végigülöd, és az utolsó napig ott vagy, kész, nem jössz le a hegyre. A részidősök, ahol ugye világiak is vannak, ez a nemzetközi közösség, ott hetente váltottak. Tehát ilyen hétvéges váltások voltak. Mi Magyarországon ezt megkönnyítettük, hogy minimum három éjszaka négy nap, de ez bárhol elhelyezhető és ennek a meghosszabbított változata is. Na most ez eszméletlen munka. És itt köszönöm meg mindannyiótoknak azt a munkát, amit végeztek azért, hogy ez létrejöhessen, és legyen meleg vízünk, meleg ételünk, meleg padlónk, tiszta termünk, világításunk, elsöpört utunk, kivitt szemetünk, megvásárolt, szükséges dolgaink. Nélkületek ez nem menne, és nem is lenne értelme. Tehát a nagy zentermet azért fogjuk megépíteni, hogy ott akár hosszú, akár rövid távú programokon, de megismerhessék az emberek ennek a működését. És ennek a teremnek egy nagyon fontos további párhuzamos működése lesz, Ha most használhatnánk, már ki is használnánk teljes időben. Szívesen építsük meg. Egyéb kérdés? Nyugaton lévő szerzetes, mint te is, tart-e kapcsolatot? koreai szerzetesekkel, illetve tanácskozik-e velük, illetve érintkeznek-e, vagy adnak-e bármilyen Tartok ututatást. velük kapcsolatot, de nem tanácskozom velük. Tehát amikor Koreában vagyok, akkor együtt teázunk, meglátogatom a templomukat, beszélgetünk, de a kulturális különbségek és a földrajzi távolság miatt érdemben nem tudunk tanácskozni. Tehát ők nagyon koreai módon csinálják ezt, mi pedig nagyon nyugati módon csináljuk ezt, csak a lényeg ugyanaz a formában vannak hasonlóságok. De a nyugati tanítvány mentalitását a legtöbb kóreai szerzetes nem érti. Páran értik, és minden tiszteletem nekik, de ők se tanítanak aktívan. Ha az ő tanítójuk nem mondta nekik, hogy mennyi nyugatra és tanít, csak az nem következik. Ők nem önjelölt módon csinálják a dolgukat, meghatják a fejüket a hierarchia előtt, a helytörvénye például, a csoport törvénye, hogy te abban a pillanatban, hogy levágtad a hajadat, semmiféle önálló véleménnyel, ambícióval, önös akarattal nem rendelkezel. A buddha, a és a szanga a menedéked, és kész. Hallgatsz a tanítóra, megtanulod a tanítást, segíted a szangát, és ez minden. Tehát nekik nincsen ambíciójuk, hogy nyugatra jöjjenek. Páran megpróbálták, és amikor már két éve nem ettek készítésű kimcsit, meg tengeri moszatot, akkor mentek haza. Most egy kicsit karikírozva, de a kulturális különbségek pontosan ennyire számítanak. Tehát nekik nagyon nehéz nem etnikai koreaiaknak tanítani. És nyugatiaknak ugyanolyan nehéz lenne Kóreában tanítani, hiszen azt megugrani, hogy ott egy konfuciánus, taoista, korábbi sámán kultúrával láthatott modern kereszténységgel eléggé áthatott kultúra van, hát ez elég komplex. Tehát eljutni egy koreai lelkületig érdemben, és nem csak az udvariasságok tucatnyi rétegén keresztül, az elég nagy feladat. Több évnyi ott tartózkodás kell. Úgyhogy tanácskozunk, de érdemben ez a felelősség itt rajtunk van. Nyugatiakon múlik ahogy nekik a saját hagyományukat érdemben kívülről nem újíthatja meg senki, ezt nekik kell megcsinálni. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Kérdezhetek még egyet? Mm. Mi volt a motivációd, amikor elindultál ezen az úton, ezen útján? Azt, hogy most válaszolhassak a kérdésedre. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Én a védőistenségekkel kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy egy, miért van annyi fegyver a kezükben? Azzal védenek. Kettő, hogy, hogy, honnan származnak, és hogy milyen funkciót töltenek be, és mitől védenek, és stb. És mindent, amit lehet tudni, vagy amit érdemes róla elmondani, azt elmondod nekünk, légy szíves. Nagyon szívesen. Köszönöm szépen. Nem tudom, honnan származnak. A saját karmád és mások ártó szándékai elől védenek, és az ő frekvenciájuk a keletkezett hat rétegű világban, az pont az ember fölött van, ez a félistenek, félistenek, védőistenek, angolul demigods. Fölöttük az istenek, aztán a még kevésbé sűrű birodalom, buthák, botiszatvák, stb. Szunkszászúgyunknak volt egy nagyon-nagyon érdekes tanítása. 92-ben kim voltunk nála Amerikában, és Hát a magyar szanga szépen, de elmondta, nem panaszkodva, Szungszánszögym kérdésére válaszolva, hogy hogy vagyunk. Hát nehéz a terembér, nehéz a gyakorlat, nincs sok idő rá, néha akadályok merülnek föl. Ezeket elmondta az akkori vezető tényszerűen, és akkor Szungszánszögym azt mondta egy nagy mosoly, hogy semmi gond, csináljatok egy száznapos védőistenség kidót, és minden akadály elhárul. De ne hibázz! És az öreg nem volt ez az óvó bácsi. Nem szokta így lebutítani, meg így megmagyarázgatni a gyakorlatokat, de ez bennem megmaradt. És én akkor nem kérdeztem vissza, sokkal inkább figyeltem. Tehát nem az volt a fontos, hogy én mit gondolok, vagy én mit nem tudok akkor, hanem ha valami hiátus láttam, akkor figyeltem, hogy betölti-e valami később. megválaszolja -e valami, vagy valaki a kérdésemet később. Miért? Mert a saját tudatlanságom kérdezett, semmi más. És úgy tűnik, hogy a saját hibád, a szándékos vagy tudatos hibád elől, nem hogy nem véd meg a védőistenség birodalom, hanem ekkor csap vissza. Miért? Mert hogyha te azt kéred, hogy az akadályokat hárítsa el az istensereg, és te közben akadályokat teremtesz, akkor téged takarít el az útból. Erre kiegyenesed, látom, és mosolyogsz. Nagyon jó. Tehát ezt nem bűntudatkeltésnek szánom, tudjátok, hogy nem erről szól a történet, hanem az ok és okozat helyes működésére szeretnék rávilágítani gyöngéden. Tehát te segítséget kérsz ahhoz, hogy jogi, gazdasági, egyéb mentális Anyagi részen akadály ne legyen, akkor ne teremts. És hogyha teremtesz akadályt, és közben segítséget kértél annak az eltakarításához, hogy gyorsan húzd el a kezedet onnan, meg körmös lesz. Úgyhogy ez egy ilyen frekvencia, ez körülbelül olyan, mint a mostani segélyhívó szám. De hogyha te segélyhívást kezdeményez, akkor egy ne okozzál balesetet az úton, tudatosan pedig főleg ne. Óvatosan ezzel. De mindenki azt hiszi, hogy a saját feladatát majd más valaki elvégzi. Nem. A saját magad által és felelősen végzett feladathoz kérhet segítséget és védelmet. De a terhet nem veszi le senki. De az, hogy segít abban, hogy vidd és elhárítja az akadályokat, az nagyon nem mindegy. Sőt, néha csak azon múlik, hogy be tudod-e fejezni, amit elkezdtél. Célba érsz-e, vagy sem. És ezért is meghajlunk minden nap, és ezért is énekeljük el a szívszót, tehát a legfontosabb tanítást, mert ezt védjék. Tehát ez a felajánlás és a védelem kérésének az eszenciális mozdulata, elmondom, odarakom, kinyilvánítom ezt a legfensőbb tanítást, kérjük szépen, helyezzék védelem alá. Hogy ez mehessen. Jó? Köszönöm szívesen. Te. Egyéb kérdés? Nekem a kérdésem következő lenne, hogy meg kimondani is nehéz. Hogyan lehet megtanulni kérni? Kérlek. Hát így nehéz lesz. Most tanítottalak, és erre a fejedet. Hogy lehet a nyakasságot elengedni? Giotin. De az egódat vág le, ne ezt a fejedet. Az egó okay. Egyébként a tények a legjobb tanítók. Tehát a meditációt azért gyakoroljuk, mert amit belőle látsz és kívül tapasztalsz, az tagadhatatlan, az véleményfüggetlen, és az vágja le azt az elképesztő nyakasságot, hogy ennek mégis így kell lennie, a világnak mégis ilyennek kell lennie, nekem mégis ilyennek kell lennem. Érted? Ez az az alap nyakasság és makacság, ami nagyon mélyen elgyengíti az embert. Olyan gyenge lesz tőle, hogy ez borzasztó. Mert tényleg nem kapcsolódik igazi magához. Tényleg nem veszi tudomású magát úgy, ahogy van. Tényleg nem lát tisztán, hanem csak akar. Akar énesen, önösen akar. És ez a nyakasság, ez előbb-utóbb ilyen mélységes letargiába megy át, hogy ez nem megy. Hogy akármit csinálok, ez nem megy. Bizony. És amikor ez a nagyon mély sóhaj belül elhangzik, akkor fejleszted ki azt, amit úgy lyuk, hogy eredeti alázat. Az eredeti alázathoz nem kell megaláztatás. Nem kell egy külső valaki, aki tekintélyelven vagy bármi más módon így maga alá gyűr mentálisan, hogy akkor te most kevesebb, kisebb és rosszabb vagy, mint én. Ez egy álságos dolog. És ezért a megaláztatása nem, hogy nincs szükség, hanem az igazi alázatnak az akadálya. Tehát, ha te erőt feszítesz és helyesen törekedsz, az nem makadság és nyakasság. Az, az együttérzésnek és a bölcsességnek a, az igazi forrása, a legtisztább lelőhelye. A kóliaknak van egy szakszavuk erre, ezt úgy hívják, hogy Wei, Yu, Ne, Kang. Kívül lágy, belül kemény. És nyugaton a fordítottját látod. Eszmetlen kemény akar lenni kívül. Mostanában a nők is. Nagyon keményen, asszertíven, mit tudom én milyen módon fellépni, belül olyan gyenge, hogyha ezt a falat valaki átnyomja, akkor az egész szétesik úgy, van. Keleten, és szerintem ugye a normál, és emberben ez fordítva van, ha te belül egészben vagy, önhítség nélkül magabiztos vagy, a világlátásod helyes véleményalkotás nélkül, a megkülönböztetéseid megvannak ítéletalkotás nélkül, miért ne lehetnél kedves kifelé? ha már te magaddal elég szigorú vagy, megengedheted, hogy a világ felé kedves légy. Ez talált, köszönöm. Nagyon szívesen. Én csak megköszönni szeretném. Nagyon szívesen. Hogy ö, hazahoztad nekünk ezt a hagyományt, és hitelesen éled, tanítod és képviseled. Nagyon szívesen, és társaságotok és gyakorlatotok további ilyenre inspirál és hajt belül. Ez az egyik legpozitívabb visszacsatolás. A szóbeliség is, de nem elsősorban a szóbeliség, hanem az a jelenlét, az a közös gyakorlás, amely minden egyes pillanatban a megfelelő irányban tartja ezt. Mert ez nem egy one-man show, soha. És ez egyedül nem megy értelmetlen a történet. Úgyhogy ha ezt együtt csináljuk, akkor lesz jövője. Ha meg nem, akkor én itt ülhetek akár, hogy mondhatok akármit, akkor se fog menni. Úgyhogy én is köszönöm. Négem az érdekelne, hogy mi volt neked a legnehezebb ebben az egy hétben, ha volt ilyen, és hogy jöttél ki belőle. Hát a legnehezebb ebben az egy hétben ugyanaz volt, mint a, az elmúlt egy évben, hogy mire és hogyan van időm. Kire és mennyi, milyen minőségben van időm. És hát itt nagyon komoly döntések kellenek ahhoz, hogy ez az egész egyben legyen. Tehát a darma és a karma, a csoport és a család, a, a pár, kapcsolat és a tanítványokkal való felelős tanítói tanítványi kapcsolat egy időmezőben és egy térben megvalósuljon. Úgyhogy itt inkább az időszeletek voltak a nehezek, és az, hogy ébren kell maradni, meg hogy még, még, mindig az elmém elkezd rajzolni a padlón különböző vangók festményeket, ez már megszokott. Tehát ez, ez nem gond. Valójában annak örültem, hogy ennyien vagyunk az intenzív héten, és hogy ennyien megcsináltuk. Úgyhogy itt már csak az idő osztása és az idő összerakása az igazi kihívás, mert nem érezném, hogy bárki vagy bármi hiányozna. Az élet így teljes. Ennyi teljesen nem lehet. Hozzárakni még lehet. De ez így teljes. És uh, én kívánom azt, hogy mindenki egy ilyen csendes, nyugodt, de teljes értékű motivációval gyakoroljon. Mert akkor nem hivatkozhat senki arra, hogy jaj, hát valami hiányzik, vagy valaki nincs itt, vagy úr is, tehát akkor én miért ne gyakoroljak? Okay? Úgyhogy egyébként könnyű volt. Köszönöm. Szívesen. Két kérdésem lenne. Az első, hogy tudná-e arról beszélni, hogy miért ilyen fontos, hogy ülés közben ne nagyon mocorogjunk, ne nagyon csapjunk zajt, hogyan támogatja ez a meditációt? Eszméletlenül. Ez? Van egy ilyen trió, hogy nem mozduló test, nem mozduló beszéd vagy energia és nem mozduló tudat. Ez olyan, mint a széfnek a három zárja. Tehát ha a test állandóan mozog, akkor valamilyen duális folyamat, vagy akarat azt állandóan vezérli, oda-vissza. Úgyhogy erről nem tudsz, vagy ha tudsz, akkor nem kontrollálod. Ez egy... Állandóan ilyen kis ugri-bugri, kis belső kismókus itt mendegé jobbra-balra lemeg fel. Hát ez egy kontrollálatlan karma, kérem szépen. A másik, amikor beszélget így magába, mormolgat, és egy-egy mondat így elmegy, és néha utcán látsz ilyet, hogy így, így beszél. Megmond, meg ilyen láthatatlan lények ott vannak körülött. Érted? Tehát ez a kontrollálatlan beszéd. És az elme, ó, hát azt most már itt mindenki tudja, hogy a szobá, hogy az elméd az mire képes. Úgyhogy nincs itt nagy uh, rejtély, de hogyha nincs meg a nem mozduló test, nem mozduló beszéd, nem mozduló tudat, akkor nem tudod ezt a szépet kinyitni és belül nem találod meg igazi önvalódat. És ez a találás, ez nem olyan, hogy Úristen, most a grál itt van előttem egy szent serleg, hanem eltűnik a széf. Tehát kinyitod, és ahogy kinyílik a széf ajtaja, eltűnik a külön kis vasdoboz, amit te voltál. Ennyi. Ezért kell lesz. Meg egyébként marhára zavaró, hogyha ott hát valaki ficereg jobbra-balra, ez a másik. <coughs> Micsoda! Puh! Egyéb? Ö, ott a másik kérdésem pedig, hogy, hogy, hogy miért van itt a hagyományban a megkülönböztetés, mert olvastam a Kvanszembószáról, hogy ő gyakorlatilag azonos a valóki van. Ugyanaz a, a lényeg, más név. Hát még egy rakás neve van, igen. Tehát, hogy ő gyakorlatilag a, a valóki tesvara. Tehát ugyanaz, akit ott látunk a képen. Jó, most az egyszerűség kedvére azt mondom, hogy igen. Tehát... <coughs> 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 Oké, okay. jó. Köszönöm. Akkor a megkülönböztetés, ez nyelvi, azt tudod, az egyik szanszkrit, a másik pedig koreai, kanzeon, boszacú, japánul, kansuin, posza, kínaiul. Igen, csak Eropás. az érdekelt volna, hogy esetleg ez ugyanaz a minőség, csak ugyanaz egy más. Ugyanaz az együttérző minőség, mint szűzmárja, édesenyek hmm. teljesen okay. pontosan. Úgy. Köszönöm szépen. Szívesen. Köszönöm. Nekem az lenne a kérdésem, hogy esetleg meg lehetne azt tenni, hogy a délutáni két ülést hanem is minden esetben, de néha ténylegesen sétával töltjük. Mert én azt érzem, hogy nagyon keveset mozunk, és egyszerűen a testem az kész. Nézd, ezért van hosszú szünet 4 óra és 5.30 között, és ebéd után fél egy és kettő között. Ha a két délutáni üléssel lemondanánk, akkor gyakorlatilag egy ilyen kiránduló szakkört lehetne nyitni. Az már a Kölcsétől eléggé messze van. De szerintem ez számodra azért nem probléma, mert te eddig is a délutáni ülések nagy részét sétával töltötted, vagy valami egyébbel, mert nem láttunk itt a darmateremben olyan sokszor. Tehát ez szerintem ez így nem gond neked. Ez továbbra is lehetséges. Hogyha mindannyian találnák egy jó helyet, hogy kint a természetben meditálnánk egy ötvenest, hogy az lehetséges-e? Nem. Azért nem, mert ezt a mindennapokban, illetve az nem szervezett elvonulásuk, ezt mindenki nyugodtan gyakorolhatja. Mm. Egy, kettő a mostani időjárásban, hát azért elég érdekes Pontjék. lenne. De ötleteket mindig lehet adni, megvenni. Úgyhogy ezt most itt nem amikor nagyon meleg van, tehát például Kóriában ezt akkor csinálták, amikor annyira meleg volt az esős évszak, monszunos, párás, teljesen ilyen bepunyadt, ez a 35 fok 100%-os páratartalom, én ezt átéltem, na hát az, az nem mese. Na akkor a természetes légkondi az a patak. Tehát leülsz a patak fölgybe, a patak partjára, és érezed, hogy a patak így egy hatalmas ilyen hűvös párafelhőt itt vonszol maga fölött, az fantasztikus. Na ekkor, ekkor ültek kint. Egyébként a közös gyakorlatnak óriási jelentősége van. Az egyéni véleményeket ilyenkor föladja az ember. Figyeled? Köszönöm. Nagyon szívesen. Pár embernek olyan nehéz a karmája, értem ez alatt az, hogy a testi nem teszi lehetővé, hogy 10-15 órát üljön egy húzamba, vagy illetve egy nap. Az azt jelenti, hogy akkor neki a nem teszi lehetővé, hogy az intenzív hetet végig küldje vagy. Nem, ez azt jelenti, hogy nem talált megfelelő helyet és alkalmatosságot erre. Hogyha megkérdezed Istut, kedves szomszédunkat, ő három kiolcsét ült itt végig. Az egyiket úgy, hogy minden meditációnál lefeküdt és néztem a mennyezetet, mert olyan gerinc problémái voltak. Tehát addig keresel, amíg egy olyan helyet nem találsz, ahol te úgy meditálhatsz, ahogy te fizikailag megteheted. Itt is lehet strandlabdán ülni, hokedlin ülni, semlin ülni, mindenfélét lehet, de hogyha valaki ezt a helyet nem találta meg, akkor úgy hiszi, hogy ez egy akadály, hogy ő testileg nem képes lótuszülésben napi 10-15 órát ülni. Úgyhogy keresni kell, és akkor talál. Ha megtalálta, akkor elmúlik az akadály. Köszönöm. Szívesen. Kérdésem az lenne, hogy a zen, mint tanítás egy formája, hogyan tud a magyar néplélekhez kapcsolódni, a magyar lélekhez kapcsolódni, mert azt érzem, hogy igen messze van. Nem tudom, milyen kettőség van bennem. Elképzelhetetlennek, nem tartom, viszont nagyon nehéznek. Nem általánosítom a magyar néplelket. Jelenleg egy gyuri lélek van előttem, aki a magyar nép tagja. És nekem a gyuri lélek most, mint feladat, bőven elég amikor antilélek, vagy Józsi lélek van előttem, vagy Anett lélek, Anna lélek van előttem, akkor én velük foglalkozom. De ha én általánosítanám a magyar néplelket, hát ne viccelj, az nagyon nehéz kenyér lenne, mert akkor egyszerre kéne felelnem nagyon sok millió ember ki nem mondatlan kérdésére. Én azt gondolom, hogy pont elég tanítványunk van, ahogy ez szépen fejlődik az évek során, nincs itt hiány senkiben és semmiben. Úgyhogy megválaszoljuk a népléleknek a szakállas kopasz kérdéseit, a hosszú hajú fejpántos kérdéseit, a eléggé szilárdan, pólóban és kabátban ülő kérdéseit, és a mosolygós sört és kopasz kérdéseit is. Szépen egyenként. Jó lesz így. Tehát akkor nem általánosíthatok? Tehát nincs francia, nincs, minek? Amerikai, nincs de... minek általánosítanál, hogyha ezzel megnehezíted a saját dolgodat és részben az enyémet is, de nem nagyon. Tökéletesen igazad Köszönöm. Én is köszönöm. Megköszönöm, hogy együtt töltöttük ezt a rendkívül intenzív hetet, és hogy még hat teljes hét előttünk van. Én javaslom azt, hogy mindenki térjen vissza ahhoz a gyakorlói tudathoz, hogy teljesen most kezded a jócsét, mint hogyha az előző hét hét meg se történt volna. Tehát az a kis figura, amik a társas játékoknak a kemény karton papírján az egyes kockában kezdte, most kerüljön vissza az egyes kockába, és a mögötte lévő 49 kockát azt felejtsük el. Amellett, hogy nagyon fontos és tisztelendő az a gyakorlat, amit eddig végeztünk, Reset, törlőgomb, és most a figura bekerül az első mezőbe. Így tudod helyesen folytatni. Úgyhogy nagyon örülök, hogy együtt tesszük ezt, mindannyian, magunk és más lények boldogulására. Folytassuk. Köszönöm szépen!